Agyonlőttek 6 keresztény lelkészt El Salvadorban január 11-én, közölte a közép-amerikai ország hatósága, hozzátéve, hogy a tettesek feltehetőleg egy bűnbanda tagjai voltak. A guatemalai határ közelében történt gyilkosság áldozatai egy kis keresztény egyház 16 és 54 év közötti tagjai voltak. Az El Salvadori ügyész hivatal a támadás lehetséges okát nem tudta megmondani. Azonban mivel az ország nagy részét állig felfegyverzett bandák tartják az ellenőrzésük alatt, feltételezhető, hogy egy ilyen banda a felelős a 6 pap lelövéséért.